Mesés álomvilág, álomszerű mesevilág. Hatvani Viktória képei vidám, de mégis elmélyült hangulatot váltanak ki az emberből. Hát még a tudományból. A kortárs művész alkotásai az agúra falain lógnak. Ebből pedig egy nagyon érdekes összhatás keveredik. Ezen a tablón azt mutatjuk be, hogy amikor valaki színekben gondolkozik, akkor természetesen olyan nincs, hogy egy szín önmagában ilyen vagy olyan. Ma már akinek digitális fényképezőgépe van, vagy játmányomdában, az szinte naponta találkozik azzal, hogy különböző színekből össze lehet kavarni tulajdonképpen az összes színt. Ezt a színkeverés technológiáját ennek a képnek a kapcsán, hogy az egyes színek, a megjelölt színek hány százalékban tartalmaznak vörös színt, vagy zöld színt, vagy kékszín, ezeket mutatjuk be. Minden kép mellett van egy tudományos tényfeltáró tábla is. Ezeken keresztül a látogatók a színkeverés törvényeit, vagy a szem anatómiáját is megismerhetik. Ez egy nagyon különleges kiállítás. Azt hiszem, hogy aki ide ellátogat, nagyon nagy élményben lesz része. Az, hogy hogy jön össze, kell hozzá egy fantasztikus helyszín, ugye az Agora Tudományos Élményközpont, és kell egy kortárs művész, aki eléggé nyitott ahhoz, hogy ezt be tudja fogadni, és el tudja fogadni, hogy a képeivel bármi is megtörténhet. Tulajdonképpen két szereplő kell hozzá, akik eléggé nyitottak erre a témára. A kiállításra olyan képeket válogatott össze a művész, amik valamilyen módon kapcsolatba hozhatóak a tudománnyal. Egy lehetőséget adunk a nézelődőnek. Nekem is nagyon különleges volt, mikor végignéztem a tárlatot most így fent, hogy mióta fenn vannak a falon. Egészen másról szólnak, és egészen másról mesélnek a képek. Így, mint egy múzeumban, vagy egy vörös kárpitó galériába. Ez egy egészen más történet. Itt egy olyan jelentés tartalommal ruházzuk fel a képeket, amikre megmondom őszintén, sohasem gondoltam, vagy ha gondoltam, akkor nagyon mélyen. És ezt most így felszínre hoztuk, és szerintem egy fantasztikus dolgot álmodtunk meg. A kiállításon keresztül egyszerre randevúzunk a tudománnyal és a művészettel. A képeken megjelenő mozgásoknak, színeknek van fizikai jelentősége is. Ezen a képen például a hortobágy hangulata elevenedik meg. Mellette pedig egy karikás ostor hangjának fizikáját olvashatják a látogatók. Mi csak példákat mutatunk arról, hogy a mi fejünkben egy-egy kép kapcsán mi jutott eszünkbe. Például egy ló kapcsán eszünkbe jut az, hogy a lónak a mozgása az egy fizikai folyamat, és a fizikai folyamatoknak a leírására nagyon sok képletet használunk, és egy képtől egy pillanat alatt eljuthatunk egy ilyen jelenségnek a feltérképezéséhez. A Tudományos Vonatkozások című kiállítás egészen december 16-áig látogatható az Agúrában.